Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. A mai videóban a Halloweenról lesz szó, ennek az ünnepnek az eredetéről, mindarról, amit nagy hirtelen így ki tudtam deríteni és meg szeretnék osztani. Tisztában vagyok azzal, hogy már készült erről videó a múltban, mégis azt gondoltam, hogy valami, ami aktuálisabb vagy újabb, az esetleg segítségére lesz sokaknak annak megértésében, hogy a világ az valóban egy hatalmas színház, és amit a többség cselekszik, nincs is tudatában annak, hogy milyen következményekkel járhat az. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Mindannak, amit eddig elmondtam, ez az, amit ünnepel a világ Halloweenkor. Az elvesztegetett életeket. A halottakat tulajdonképpen. Az élő halottakat, akik részt vesznek ebben. Mindazokat, akiket megtévesztett a világ. Akik csak mennek előre. Mint egy tökfej. Az igazi tökfej. Amennyiben valaki kíváncsi Halloween történetére, az most következik, ez a britannica.com weboldal. A Halloween ünnepének eredete több ezer évre nyúlik vissza. Íme az eredeti hagyományból fennmaradt nyomok története és az, hogyan jutottunk el a brit szigeti répafaragástól odáig, hogy az Egyesült Államokban évente 3 milliárd dollárt költünk édességre. Ez az Egyesült Államok. 3 milliárd dollár? Van valakinek kétsége afelől, hogy ez a világ ünnepe? Az általunk ismert Halloween egy világi ünnep, amelynek gyökere a kelta Samhain aratási ünnephez nyúlik vissza, melyet az ókori Nagy-Britanniában és Írországban november 1-én tartottak. Az ókori. Samhain az őszi napéj egyenlőség és a téli napforduló az új év kezdete között félúton áll. Mint ahogy az ünnepek egy jelentős része, ez is kapcsolódik az égitestekhez, és megmondta az atya, hogy mi ne cselekedjünk úgy, ahogyan a pogányok. Egyértelműsítette, hogy ő nem akarja azt, hogy mi azt cselekedjük, amit ők csinálnak. Őszi napéj egyenlőség, téli napforduló, az új év kezdete között félúton áll, Samhain, azaz Halloween ünnepe. Ha valami égi jelnek számít, akkor feltételezem, hogy ez a két dolog, ez égi jel. Azért mondta azt az atya, hogy a pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól, mert a népek báványai hiába valóság. Ez egy direkt utasítás az ő részéről, hogy ne csináljuk azt, amit a népek csinálnak. Hogyha valaki az ő családjához szeretne tartozni, akkor az nem vehet részt abban, amiben az emberek részt vesznek. Mindegy, hogy mi az, milyen fajta tevékenység, mindenkinek el kellene gondolkozni azon, mielőtt részt vesz abban, hogy vajon az méltó-e ahhoz, amit én képviselek, és hogyha itt lenne Jahusa, Jézus, ő részt venne abban. Lehet ez egy futballmérkőzés, vagy egy Halloween party, karácsonyi vásár. Mindegy, miről van szó, az embernek örökké mérlegelnie kellene azt, hogy részt kell-e vennem ebben, de ami még fontosabb, egyáltalán részt vehetek-e ebben. És az, amit én képviselek, ha ott megjelenik, vajon milyen fényt vet rám, és mindazokra, akikkel én együtt képviselem az atyát, illetve akármit is képviselek. Ez az ünnep egybeesett a szezonális aratással és a téli előkészületeknek a kezdetével. Ez volt az a nap is, amikor a kelták úgy hitték, hogy a halandó és természet feletti között a legvékonyabb a fátyol. Ez a fátyol egy ismert gondolat kell, hogy legyen, és pontosan azt jelenti, amiről itt beszélnek. Létezik egy világ, amit mi ismerünk, és az érzékszerveinkkel felfogható, ez a fizikális világ, amelyben mi élünk, és létezik egy másik világ, egy másik birodalom vagy dimenzió, ha úgy tetszik, ami spirituális, ez esetben ők úgy hívják, hogy természet feletti. A kettőt el kell, hogy válassza valami, hiszen nagyon ritka az, hogy a két világ találkozik, vagy legalábbis mi tisztában vagyunk azzal, hogy találkozik a két világ. Ami a két világot elválasztja, az egy fátyol, ahogy ők hívják, de valami, legyen egy membrán, legyen egy fátyol, egy közeg, ami lehetővé teszi a spirituális oldalnak, hogy átszivárogjon a fizikális oldalba. Ez nem egy probléma.
az atya úgy alkotta meg a világot, hogy ő tudjon kommunikálni velünk. Minden egyes alkalommal, amikor ő kapcsolatba lép velünk, akkor ezen a fátyolon ő neki keresztül kell valahogy jutnia. De az a probléma, hogy ezen a fátyolon keresztül juthat bármi, aminek megvan a képessége rá, és ez nem csak és kizárólag az atya. Vannak pozitív spirituális lények, akik át tudnak ezen hatolni, meg vannak negatív spirituális lények. Léteznek démonok, lázadó angyalok, akik mind arra törekszenek, hogy minket félrevezessenek. A hiedelem szerint ez az a nap, amikor ez a fátyol a legvékonyabb. Az őszi nap-éj egyenlőség az, amikor az éjszaka és a nappal azonos hosszúságú. Ez, ha az emlékezetem nem csal, amikor szeptember végén kell, hogy legyen. A téli napfordulót pedig mindenki nagyon jól ismeri, hisz ezt ünnepli minden egyes karácsonykor, bár december 21-22 általában a napforduló. Az év legsötétebb napja. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!